Vajon áll? Volt az első félidőben olyan lehetőség, olyan zicser, amit azt mondom, hogy lehet egy góra váltani, és onnantól kezdve lehet, hogy a meccs másik irányba menne. Így, hogy 1-0-as hátrányban voltunk, persze óvatosabban kellett hátul játszanunk, keveset területet adtunk a Fradinak, de mondom, gratulálok a Fradinak, de ugyanúgy gratulálok az én csapatomnak, mert mondom, hogy mindent megtett, hogy azért, amiért jöttünk, azért az egy pont, mert azt mondom, hogy nagy lenne, ha sikerülne, nagyon közel álltunk. Azt mondom, hogy annyit játszott Vladi, amennyit engedtük, hogy játszon, mindenféleképpen próbáltuk őket még jobban megnyomni a hátsó vonalon, ami működött, és nehezen tudtak felszabadulni, próbálták iverlabdákon megint kerülni, amit elég jó átolvastuk, összeszedtük, levadáztuk. Onnantól kezdve mondom, voltak lehetőség, voltak olyan pillanatok, amit lehetett többre váltani, de mondom, Fradi annyit játszott, amit engedtük a másik fél időben. Valahogy nagyon nehézkesnek tűnt az egész. Olyan volt, mintha minden játékos egy nagy hátizsákkal a hátán játszott volna. Az ilyen mérkőzéseket valahogy piszkos módon meg kell nyerni. Elől nem tudtunk túl sokat produkálni, de végül is kapott gól nélkül győztünk. Sok játékosom nem nyújtotta azt a teljesítményt, amit megszoktunk tőlük, ezért nem sikerült úgy játszanunk, ahogy szerettünk volna.